igazság az, hogy én nem szeretem a nők napját. Mert mi férfiak úgy gondoljuk, hogy van egy nap, amikor letudunk mindent, virágokat vásárolunk, kedvesek vagyunk, főzünk, lefektetjük a gyerekeket, és akkor utána van 364 nap, amikor ezek a munkák, ezek a feladatok az asszonyoknak, a feleségeknek a hatásköre. Tehát ezért mondom azt, hogy nem szeretem, de természetesen mosolygósabb vagyok ezen a napon, kedvesebb vagyok ezen a napon a hölgyekkel szemben. Azt kívánom nekik, hogy legyenek mindig szépek, mind szebbek és szebbek, egészségesek, és szeressenek minket, mert mi nagyon szeretjük őket. Mondjam azt, hogy a nagybetűs nő számomra ez elsősorban melegséget és biztonságot jelent. Több mint 30 év házasság után mondom ezt, és hát azt kívánnám, hogy továbbra is a melegséget jelentsék elsősorban a családok számára, és talán megérdemlik ezt a napot. Én úgy gondolom, hogy mindenki a maga módján éli meg a különböző ünnepeket, így a nőnapot is. Nekem például van két felnőtt leányom, három leányunokám, hamarosan születik a negyedik, szép fiatal feleségem és egy kiskorú nevelt lányom. Úgyhogy nálunk otthon mindig nőnap van. De azért Isten éltesse a nőket ma is és egész esztendőben. Szép ünnepet kívánok minden hölgynek, napfényes tavaszt, és azt kívánom nekik, hogy az év minden napján olyan odafigyelésben részesüljenek, amilyennel ma elcsábítják őket a férfiak, és akkor azt hiszem, hogy mindannyian boldogak lesznek, hölgyek és urak egyaránt. Hát elsősorban boldog nőnapot kívánok mindenkinek a Nemzetközi Nőnap alkalmából, a hölgyeknek természetesen. Másodszorban pedig lehet, hogy nem is a nőknek, hanem a férfiaknak kéne üzenni. Pont a minap olvastam egy felmérést, amely tegnap előtt látott napvilágot. Ebből kiderül az, hogy nagyon sokan, tehát a világon minden ötödik férfi úgy gondolja, hogy értékesebb a nőknél. És én gondolom, hogy ezen a szemléleten változtatni kéne, és ennek elsősorban, illetve ezért elsősorban a nők is sokat tehetnek azáltal, hogyha jobban kiállnak magukért, és például munkatárgyaláson, bértárgyaláson, meg a hétköznapi életben is határozottabban lépnek fel, és jobban hallatják a hangjukat. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy normálisabb társadalom alakulhasson ki. Induljunk ki a férfiakból, hogy tudjuk megkülönböztetni. Most azt mondják a férfiak, legalábbis a sztereotípiák szerint, hogy nagyon szeretik a szabadságot. Hát nem hiszem, hogy a nőkkel ez másképp lenne, és azt sem gondolom, hogy külön mindennek kellene legyen egy világnapja. Természetesen örvendek, hogy a nőknek van egy nemzetközi nőnap, és hogy ilyenkor csak magukra figyelhetnek, de hogy az van, hogy tényleg így ezek a nemzetközi napok persze felhívják a figyelmet valami problematikus dologra, de nem feltétlenül látom a lényegüket. A lényeg az lenne, hogy ne kelljen nemzetközi napja legyen a nőknek, hanem magától értetődő legyen 365 napban az év minden napján ugyanúgy éljenek, mint a mai napon, ugyanúgy odafigyeljünk rájuk, mint a mai napon, illetve hogy hagyjuk élni őket, talán ez kellene, hogy ahogy az előbb is mondtam, a férfiak a szabadságot szeretik, most a nők is ugyanazt szeretik, semmi mást nem szeretnének. Szerintem az kellene, hogy úgy élhessenek, mint március 8-án minden nap.